Újrahasznosító őrjárat névvel indított hulladékgyűjtő programot a Rorek Egyesület. A kihívásba a Gyergyószentmiklósi Kós Károly iskola diákjai is beszálltak, tevékenységükkel pedig elnyerték a legaktívabb csapat címet. Műanyag palackokból, papírtekercsekből készített játékot az a 25 diákból álló csapat, akik bekapcsolódtak a programba. Csináltunk ilyen játékokat, és még gyűjtöttünk sok hulladékot. A diákok újrahasznosítható és elektromos hulladékot gyűjtöttek, a lakosság keretében is népszerűsítve a programot. Részt vettünk a lakosság tájékoztatásában, tehát hogy az iskolánk gyűjti az ilyen újrahasznosítható anyagokat, és itt nálunk le lehet adni. Plakátokat készítettünk egy célból, gyermekekkel elvittük bizonyos helyekre, intézményekhez. Reméljük, hogy még mindig támogatni fognak minket, mert szeptemberig kinyúlik a program. A kezdeményezésnek nagy sikere volt. Többen vittek hulladékot az iskolába, vagy jelentkeztek, hogy valamit el kellene szállítani tőlük. Minden háztartásban van olyan, hogy elromlik valami háztartási készülék is, és nincs mit csináljak vele, mert szemétben nem fér bele, és ezért minket hívnak, mert segítenek is minket, és mi is segítünk úgymond nekik. A diákok a legaktívabb csapat címmel egy 250 eurós jutalomban is részesültek, amit kirándulásra fognak költeni. Az iskolába szeptember végéig még várják az elektromos hulladékot, neoncsöveket, elemeket, kisebb-nagyobb elektronikai eszközöket.